Szeretettel köszöntöm a vonalban Jantek Gyöngyvér, gyermekpszichológus. Szervusz, Gyöngyvér! Szia, Kati, és köszöntöm a hallgatókat! Mi okos felnőttek itt a képernyő előtt, és hát a telefonunkkal a kezünkbe állandóan azon gondolkozunk, hogy vajon a gyerekeknek is szabad-e a képernyő előtt ülni. Persze tudom, hogy óriási különbség van a gyerekek és a felnőttek között, de mégis együtt élünk. Tehát hogyan lehetne akkor a gyerekeknek a javát szolgálnunk úgy, hogy közben azért mi magunk is részei vagyunk annak a kultúrának, ami folyton a képernyő előtt zajlik? Igen. Hát itt talán a kérdést azt érdemes úgy feltenni, hogy szabadni mindent szabad, ugye? hogy ez jó-e vajon? Hogy mennyire hatnál, és hogy ebből a kérdésből hogyan ki tudjuk-e venni az életkort, vagy sem. Mert ugye ezzel kezdett, hogy oké, mi felnőttek vagyunk, de hát azért mégis, de hogy ez egy annyira nagyon nagy különbség, hogy ez emellett nem lehet elmenni szó nélkül. De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy mindenképp magunkkal érdemes kezdeni a vizsgálódást, hogy mi hogyan állunk a tévével, közösségi médiával, bármilyen képernyőidővel, mert addig nagyon nehéz bármit is hitelesen mondani a gyerekeinknek, amíg mi a saját határainkat nem tudjuk, vagy legalább valami értelmes keretek között nem tudjuk tartani. És hát ugye itt meg már aztán bőven bejön a képbe az, hogy mi otthon mire használjuk ezt, hogy az egy munkaeszköz is, az állandóan belefolyik a családi életünkbe, tehát valójában azzal is van problémánk, hogy a munkát és a magánéletet képtelenek vagyunk elválasztani, vagy hogy egyfajta ilyen érzelemszabályozásra használjuk, mert már full ki vagyunk égve egyébként a családunkból, tehát hogy itt ebben teljesen igazad van, hogy először is magunknak kéne válaszokat találnunk arra, hogy nekünk mi a jó, vagy hasznos, vagy adaptív a mi életünkben, és az hogyan hat a gyerekeinkre. Annál is inkább, mert hogy a gyerekek, hát igazából nagyon korán már, de el fogják kezdeni követelni a képernyőidőt, és most pont múlt héten képzeld el, az történt, hogy a 9 évesünk mindig kéri, hogy hogyan lehetne több, és írt egy 30 pontból álló érvlistát, hogy miért engedjük meg neki. De legalább megtanítottátok érvelni. Igen, egyébként nagyon jók, tehát ilyenek voltak benne, hogy könnyebb lenne a nevelésre, ami abszolút igaz. És többet csak azért hozom be, vagy nem tudom, ilyeneket írt, igen, meg hogy na mindegy, ez egy külön megérne egy műsort, ez az érvrendszer, de a lényeg az, hogy akkor jutott eszembe, hogyha nekem nem lennének ezekre az érvekre magamban válaszaim, akkor nem is tudnám őt semmitől sem megvédeni. Mert akkor az vagy az lesz, hogy erőből nyomok valamit, amit úgyse lehet egy ponton túl erőből nyomni, vagy nem leszek hiteles, és akkor egy ilyen képmutatásba megyünk bele. De ez a gyerekek követelnek, azért ez is már egy fordulat a gyereknevelésben. Tudom, hogy óriási generációs különbségek vannak, de hát ezek vannak, tehát a szülők és a gyerekek között, a szülők és az ő szüleik között, tehát azért ezeket is át kell ahhoz hidalnunk, hogy egyáltalán a megfelelő érveket találjuk, hiszen nem szoktunk hozzá, legalábbis az én korosztályom, hogy mi követelhettünk a szülőktől. Igen, azt hiszem, hogy ez is nagyon fontos, és az, hogy hogyan függ ez össze azzal, hogy sokszor a generációs különbségeket szerintem arra is használják évként, különösen a digitális témakörben, hogy azt mondják, hogy ez egy más világ, és ebbe ezt már nem lehet másképp csinálni, tehát a szülőnek úgy se érti, úgy se tudja, a gyerekeknek ez úgymond jár és egyáltalán, és én ebben azt érzem, hogy így szorulnak ki a szülők a saját szülői szerepükből. Hát ez meg eleve egy veszélyes terep. És én ezt nagyon nem tartom, abszolút nem tartom jónak, és... Mert kiveszi át a helyet akkor a képernyő? A képernyő, igen, illetve a gyerek éppen abban a pillanatban megjelenő vágyai, meg a közösség nyomása lényegében, mert hogy a gyerekek azért kezdenek el mesét kérni, mert látják másoktól, stb. Tehát valószínűnek tartom, hogy azért mondjuk a korábbi időszakokban akkor ugrókötelet hunyarált az ember az anyjától, valamit nem, tehát hogy valamit az ember volt, hogy így... Igen, de hunyarált és nem követelt. Igen, ez valószínűleg egy nagy fordulat, de hogy minden esetre itt megint megérkezünk ahhoz, hogy ugye nagyon szeretnénk most, és jogosan és helyesen, érzelmileg responszív, válaszkész szülők lenni, akik figyelembe veszik a gyerekük érzéseit, és nem le akarják tolni a térképről, hanem valahogy nem jó szó a partneri viszony, mert én azt se tartom validnak. Megnyerni talán. Hogy,
Nem is a megnyerés, hanem hogy egyszerűen elfogadni, hogy a másik ember is érezhet, és lehetnek gondolatai, és lehet esetleg dühös, és egyáltalán. Tehát ez a tudatos szülő, ami most hát igen, divatos, vagy kötődő szülő, akárhogy is hívhatjuk, és ezzel szerintem nincsen baj. A baj azzal van, hogy a határok kezelésében nulla eszközünk van, és ez nagyon-nagyon meglátszik a digitális jelenlétben is. Tehát, hogy nem nagyon tudunk azzal mit kezdeni, amikor a gyerekünk nagyon-nagyon akar valamit, mind mindenki csinálja, a kortársai is csinálják, mi is csináljuk, és igazából nekünk is könnyebb. És talán ez az utolsó az, ami szerintem, ha most én is szívemre teszem a kezem, és őszinte vagyok, akkor én is mikor gyengülök el ezekben a kérdésekben, ugye nekünk 4 gyerekünk van, amikor már full ki vagyok merülve. És ez meg megint átvezet oda, hogy ez nem egy egyéni probléma, hanem ez egy közösségi probléma, hogy igazából egy elidegenedett társadalomban próbálunk valahogy gyerekeket nevelni, sokan nagyon magányosan. A magányos alatt azt is értem, hogy sokszor egy anya, vagy egy anya és apa viszi az egész családnak a minden funkcióját, és abban meg már nem mindig fér bele az, hogy este akkor hány órát játszok a gyerekemmel, és abból még vitatkozzak is vele, hogy miért nem gépezhet. Talán ez a nagy paradoxon korszak, amikor szeretnénk jobban azonosulni a gyerekeink érzelmeivel, tudatosabban odafigyelni rájuk, miközben egyre inkább minden el van idegenedve, és gyakorlatilag magukra vannak valóban maradva a szülők. Hát valaki viccesen mondta, hogy de hát mi ketten kisebbségben nevelünk 2 gyereket, ők túlerőben vannak. És hát ez valahol így is van, hogy tényleg nem elég 2 szülő hozzá, és ez pedig pont ugye a paradoxon másik vége, hogy miért idegenedünk el, amikor annyira tudatosan figyelünk az érzelmekre, érzésekre, meg egyáltalán a lelki világunkra elvileg. Azért, mert ahogy mondom, ez nem egy egyéni probléma, hanem ez egy nagyon erős össztársadalmi probléma, és ennek keretek meglazulása alatt, tehát például az, amit most te leírtál, hogy ti mondjuk nem követeltetek a szüleitektől, maximum kértetek, és ez még rám is igaz, én 36 éves vagyok, és a gyerekeim meg azért már nagyon máshogy vannak bekötve. És hogy gondolkoztam ezen, hogy ez pusztán a nevelésből fakad-e, tehát hogy én konkrétan Jantek Gyöngyver valamit annyira máshogy csináltam-e, mint az anyám. És nekem az a válaszom, hogy itt inkább az történik, hogy maga a társadalomból tűnnek el azok a szabályozó, korlátozó erők, ami miatt nem a családoknak kellett minden csatát annó megvívniuk. Mert egyszerűen abban a korszakban bizonyos dolgokat nem lehetett. Nem a szülő állította fel azt a szabályt, hanem egy egész társadalom, vagy egy szűkebb közösség. Ez nem tudom, mennyire érthető. Teljesen és világos. Ezért könnyebb volt a szülőknek is, mert nem nekik kellett egyénileg minden egyes vitát megbeszélni. Csak hivatkozni megvívni rá, hogy így van ez a szabály. Így van. És hogy most pedig ezek egyre inkább eltűnnek, nincsen helyettük más, és nincsenek nagymamák, nagynénik, kisebb közösségek, tehát én ezt, és ezért is nem is szeretek erről a témáról úgy beszélni, hogy jaj, milyen szülő az, aki telefont ad a kezébe, mert én tudom, milyen az, amikor az ember napi 12 órát van mondjuk egyedül több gyerekkel, és totálisan kimerül. És hát nekem még bőven van segítségem azokhoz képest, akiket látok például a környezetemben. Na most nyilván ez az a pont, ahol széttárjuk a karunkat, és innen kezdődik az, hogy rendben, és mit javasol a pszichológus? Igen. Szóval szerintem itt nem a karszéttárásra akartam én így bátorítani, hanem inkább arra, hogy ne abból induljunk ki, hogy egy ilyen vádló perspektívából, hogy na az a rossz anya, vagy nem tudom, az a gondatlan szülő, hanem inkább az a tehetetlen, vagy segítségre szoruló, vagy magányos, vagy fáradt szülő. És szerintem ez már egy más perspektíva, mert az ember jobban meghallja, hogy mit kéne csinálni, hogyha nem egy ilyen újjal mutogatásból indul a történet. Tehát én azt gondolom, maguk a nemzetközi ajánlások is, és én is, mint gyerekpszichológus azt tudom mondani, hogy 2 éves kor alatt a nulla képernyőidő az, ami abszolút javasolt, és utána is óvodáskorban, tehát ez a 2-5 éves kor között, ez a napi fél-1 óra minőségi szülővel együtt töltött képernyőidő a maximum javaslat. De én ehhez hozzátenném azt, hogy azt is meg kell néznünk, hogy egyébként a 24 órából mi mennyi időt töltünk a gyerekünkkel.
Mert hogyha a gyerekünk amúgy 8-tól 5-ig óvodában van, és még utána egy órát mesét néz, akkor felteszem a kérdést, hogy akkor mennyit volt velünk? És mennyi volt az az időablak, amikor mi hatottunk rá? Amíg mondjuk nem kicsi. Robotik végzik a fürdetést, talán addig. Ennyi. Ennyi. De ugye ha, már ugye az is van, nem kell minden a fürödni, tehát hogy akkor... úgyhogy szerintem nem, egyáltalán nem mindegy, hogy mondjuk egy szülő úgy dönt, hogy otthon tartja a gyerekét 4 éves korába is mondjuk, és egész nap együtt játszanak, játszótéren vannak, beszélgetnek, és akkor az anyuka azt mondja, hogy oké, most szükségem van egy óra levegőre. Tehát szerintem ez egy más, ugyanúgy egy óra, ugyanúgy 4 éves a gyerek, csak nem mindegy például az. Hogy mihez képest. Nekünk most az a személyes tapasztalatunk, hogy könnyebb az, hogy megtiltottuk hétköznap a mesét teljesen, tehát semmilyen képernyőidő nincs nálunk. Ezt nem kell mindenkinek így csinálni, csak elmondok egy személyes tapasztalatot. Azért könnyen, mert hát 3-4 ilyen elvonási tünetes nap után a gyerekeink átálltak arra, hogy ez a rendszer. Egy nagyon szilárd rendszer, amiben hiába alkudozom, hiába üvöltök, sírok, nem, nincs engedés. És onnantól kezdve kénytelenek voltak feltalálni magukat. És olyan dolgok születtek ebből, minthogy a, mit tudom, én hétvégén kipróbálhatta a kisebb gyerekünk a nagyobbnak a Nintendo-ján a Super Mario-t, és amikor elvettük tőle 20 perc után, totális hisztériába torkollott az egész, de nem adtuk neki vissza, és képzeld el, hogy az történt, hogy utána lenyugodottam is, és elkezdett duplóból Super Mario pályákat építeni 3 napon keresztül. Tehát, hogy ez... Ehhez idegrendszer kell gondolom a ti részletekről. Igen. Csak ezt szeretném mondani biztatásként, hogy van az a 3-4 nap, ami egyébként simán lehet elvonási tünet is, hiszen a gyerek is lehet függő. Ez nagyon fontos. Igen, tehát szó szerint elvonási tünet, szó ez szerint nem egy elvonási ilyen szóvirág. Tünet. Nem. Tehát szó szerint elvonási tünet, ami nyugtalansággal, ingerlékenységgel, feszültséggel, sírással, követelőzéssel, sok mindennel járhat. De utána, ha ezt kibírjuk, akkor ki fog szorulni a hétköznapjainkból az alkudozás, hogy csak még egyet, csak miért annyi, meg miért nem annyi, meg miért nem több, meg egyáltalán. Az a vicces, hogy az, hogy csak még egyet, azt már 10 hónaposan is tudja mondani. Persze, hát mert a gyerekek elmennek a falig. Igen. Ez van, elmennek a falig. És nekünk azt a falat kell valahova megfelelő helyre helyezni. Így van. És igazából ezt érdemes, mert van, én ismerek olyan gyereket, aki tényleg annyira alkalmazkodó, hogyha azt mondod neki, hogy fél óra, és akkor előre jelzed, akkor kikapcsolod, aztán boldog, és megy tovább. Igen, de a mesében van ilyen gyerek. Van egy-kettő akad, és a többiek okay. Meg nem ilyenek. Tehát, nekem hogy, nem volt hogy, szerencsém még nekem mondjuk 4-ből 1 ez előfordul, hogy ilyen. És ezért érzem azt, hogy ezeket a határokat érdemes nagyon bebetonozni. Viszont hozzáteszem, hogy ugye akkor kezdenünk kell valamit azzal az idővel, amikor viszont nincs képernyő, amikor nincsen mese, nincsen játék, nincsen semmi, hanem mi vagyunk ott együtt. És ez van olyan gyerek, akivel könnyű, mert eljátszik egyedül, van olyan, akivel nehezebb. Tehát itt megint szóba jön a mi mentális állapotunk, erőnlétünk, hogy mi tudunk-e valahonnan is töltődni, mert úgy könnyebb azért elviselni ezeket a csatákat, de szerintem, ha látjuk, hogy ennek mi az értelme, hogy mi a célja, hogy ezzel mi jót teszünk a gyerekünkkel, hogy ezzel mi nagyon, igazából minden szempontból csak jót teszünk neki, függetlenül attól, hogy mit üzen a társadalom, hogy lemarad a gyerekünk, meg mennyire, ugye szokták mondani, milyen fejlesztőek ezek a játékok, mennyit okosodik a mesékből, de én mindig azt szoktam erre mondani, hogy rendben van, mi az, amit nem csinál helyette. Nem csak azt kell nézni, hogy konkrétan a tartalom az nem horror, vagy valami borzasztó felnőtt műsor, hanem azt is kell nézni, hogy addig nem mászik fára. Addig nem tapogatja meg a kezével az akármit, nem rajzol a falra, nem éli át ezeket a csodálatos élményeket. És ez a probléma, hogy kimarad az offline életünkből nagyon sok olyan gyakorló fázis a túl sok digitális idő miatt, amit nem tudunk máshogyan pótolni. És csak mondok néhány adatot, hogy például az USA-ban egy 5-8 éves gyerek naponta átlagosan 3 órát tölt a képernyő előtt. Egy 8-10 éves 6 órát. Azért az elég sok. És lehet, hogy nálunk alacsonyabbak ezek az adatok, de nem hiszem, hogy túl sokkal.
Már szoktak ilyen mémek is születni, hogy régen úgy ábrázolják az anyukákat, hogy kiáll az ajtó el, és kiabál, hogy gyertek be, mert vacsora. Most pedig bemegy a szobába, és ott áll az ajtó, hogy menjetek már ki egy kicsit a levegőre. Igen, ez abszolút így van. És hogy ez az, amit nem lehet bagatelizálni, és azt mondani, hogy régen olyan volt a világ, most meg ilyen. Mert az idegrendszerünk, a lelkünk, a hormonrendszerünk, a szellemünk, úgy összességében, akik mi vagyunk emberként, az nem egy 20 éves dizájn, hanem egy 6000 éves dizájn. És ezért nem lehet büntetlenül teljesen más környezetbe helyezni, mert annak ára lesz az emberi kapcsolatokban, konfliktuskezelés, az érzelemszabályozásban is nagyon sok mindenben. De akkor végül is, mivel a társadalommal kezdted, és most pedig ott lyukadtunk ki, hogy a társadalommal szemben is ezt képviselni kell a családnak, akkor itt egy folyamatos háborúban él egy család gyakorlatilag. Igen, és én azért tudom azt elképzelni, hogy az ember úgy tud könnyíteni a saját életén, hogy a háborúban szövetségeseket talál, és olyan emberekkel veszi körül magát, most legyen ez óvoda, iskola, mikroközösségek, gyülekezet, bármi, akik hasonlóan gondolkodnak. Mondd a nagyszülőket is, kérlek. Jó, bocsánat, hát azt tudod, Kati, az a legfontosabb kapcsolat. De egyébként az is nagyon fontos, hogy a nagyszülők, nagynénik, nagybácsik, tehát hogy én szerintem nem lehet máshogy túlélni. És hogyha ezek nem szerveződnek maguktól, akkor meg kell őket teremteni, és ha már az embernek van 3-4 olyan barátja, akinek a gyereke hasonló nevelésben részesül, akkor ők már nem érzik magukat valami kitaszított szerencsétleneknek. És én ezt az egy módszert látom, mert hát most valljuk be, a kereszténység az mindig is az árral szemben úszásról szólt. Nem? Tehát, hogy... De alapjában véve igen, csak most egy másfajta árral szembe kell megtanulnunk úszni, ennyi. Igen. De valóban nem vagyunk mutánsok, és ez nagyon fontos tudni, hogy tényleg ez egy 6000 éves kialakult emberi lény, és akik mi vagyunk, és nem mutálódtunk, és a gyerekeink sem mutálódtak, és az unokáink sem mutálódtak, még akkor se, ha másképp viselkednek, pontosan. A lényegük nem mutálódott. Így van, tehát hogy és ezért ez nem is szabad szerintem túlhangsúlyozni a generációs különbségeket. Megértve, hát hallod, sokat beszéltem most ebben a pár percben is a társadalmi hatásokról, de hogy maga az érzelmi szükségleteink, azok nem változnak. Tehát ugyanúgy szeretnének a szülőkkel lenni. Igen, ugyanúgy szeretnének kapcsolódni, ugyanúgy szeretnének, vagy ha nem szeretnének, akkor is szükségük van a konfliktusokra. Pont nemrég hallgattam egy amerikai pszichológus előadását, az Eszter Perelt is mondta, hogy 20-30 évvel ezelőtt a gyerekek egyedül játszhattak az utcán, nem volt ott szülő, vagy az udvaron, vagy akárhol a faluban, és ők maguk között le kellett millió konfliktust rendezniük. Most és, hol van és ez belejöttek a ebbe, igen. És most ugye ez nincsen, ez egyáltalán nincsen, és még a mesékből is hiányzik a valódi konfliktus. Tudom, hogy a keresztény közegben a népmesék azok nem mindig olyan népszerűek, de hogy azért valahol a hát maga attól Biblia függ, is... ahol a jó meg a rossz harcol egymással, és a jó győz, az szerintem teljesen igen, jó. Hát azért a legtöbbenben győz így a jó, van, csak azért szokott lenni boszorkány, meg ilyen dolgok, de hogy valahol az is azt szimbolizálja, hogy van rossz. Hogy van rossz, igen. És hogyha megnézzük a mostani modern meséket, amik lehetnek aranyosak, meg én is szeretem a Peppa Malacot, meg ezeknek a humorát, de hogy igazából mindig azon, hogy van egy nagy feszültség, de kiderül, hogy hát az csak egy félreértés volt, az csak egy árnyék. Valójában nincs is, és nem? Te is biztos, hogy unokáid kapcsán azért képbe vagy, hogy nincsen valódi rossz, nincsen valódi gonosz. Tehát egy ilyen pseudo valóságot vetítünk a gyerekünknek. Most nem azt mondom, hogy rá kell tolni a lelkükre, hogy hú, milyen borzasztó a világ, de valahol a történetek, a mesék, vagy az, amit az ember megél a játszótéren, ott azért megéli, hogy hát azért van olyan, hogy valaki belém rúg, és azzal is valamit kezdenem kell. Úgy, és hogy, ezt, hát, ugye ennek messze menő következményei vannak, hiszen nem tudnak aztán egymással mit kezdeni az emberek, hiszen azt hiszik, hogy a konfliktus az valami és egyrészt ismeretlen, másrészt pedig megoldhatatlan. Így van. Hát de ugye honnan is tudnák. De honnan tehát, is ez, tudnák. És azért teljesen egyetértek veled, hogy egyszerűen nem lehet ezt ráhagyni a gyerekekre, hogy hát ez egy ilyen világ, és akkor úszunk az árral. És hozzáteszem, hogy ez nem egy keresztény fundamentalista álláspont, hanem ez egy tudományosan is megalapozott álláspont.
nagyon sok pszichológus, neurológus, pszichiáter beszél arról, hogy milyen hatása van ezeknek a digitális eszközöknek az emberi lélekre, de most, ha csak ilyen biológiai szintre megyünk le, akkor az alvásra, az étvágyra, nagyon a szexualitásra, most ez a gyerekekről beszélünk, a felnőtteknek az, hogy egyre kevesebb az ilyen értelembe vett közösség, az intim közösség a felnőttek között is, az is visszavezethető arra, hogy túl sokat kütyüzünk. Az az igazság, hogy most, hogy mondtad ezt a fundamentalista keresztényt, ez érdekes, hogy mintha ez külön lenne a tudománytól, holott hát ugye ez az életről szól, a fundamentalista kereszténység, abba pedig beletartozik az a tudomány, ami vizsgálja ezt az életet. Ezzel én egyetértek, ezt most csak azért akartam így kifejezni, hogy valakinek a fejében ez nem biztos, hogy így áll össze, és lehet, hogy valaki ezt úgy hallgatja, hogy jó, igen. Ezt mondjátok ti, tudod, de hogy valójában, de hogy nem. Tehát ugye ugyanazt a valóságot próbálja meg leírni az egyik így, a másik úgy. Úgyhogy csak azt szerettem volna ezzel így megerősíteni, hogy ez abszolút vagy teljesen másban lévő emberek is teljesen nullára viszik a gyerekük digitális idejét, és érdekes, hogy pont azok, akik például tech világból igen, jönnek. Pont ezt akartam mondani, hogy érdekes, igen. Hogy pont ők, igen, ők talán nem tudom, kinek volt gyereke, nem akarok hülyeséget mondani, de a tech óriások, te biztos talán tudsz egy-két nevet, akik deklaráltan nem engedik a gyerekeiket. Igen. Hát ugye a Social Dilemma című filmet azt én nagyon tudom szülőknek javasolni. Ott ugye pont arról van szó, hogy akik mit tudom, létrehozták a YouTube-ot, vagy a Facebook-ot, meg ezeket a óriási közösségi média oldalakat, vagy részt vettek ebben, és ugye látják belülről az árnyoldalait, elmondják, hogy ez hogyan működik, hogy hogyan válik áruvá az embernek az ideje, mert ugye ahol valami ingyen van, az igazából nem ingyen van, ott a figyelmeddel fizetsz érte, és a mindeneddel. És ugye itt az is egy különbség, hogy ott van egy 5 éves gyerek, és vele szemben pedig nem egy pusztán egy gép áll, hanem egy mesterséges intelligencia rendszer, amibe beleprogramozták az összes pszichológiai tudást arról, hogy hogyan tegyenek téged függővé, hiszen ez az anyagi érdek. Ez ilyen egyszerű. Most már tényleg el lehet mondani, hogy pénzt, vagy életet. Vagy mind a kettőt akarnak. Így van. Hát ugye az időnket akarják, ami az életünk lényegében, meg a... Igen. Tehát akkor megéri erősnek maradni, és a józan eszünket megtartani, és az idegrendszerünket erősíteni, vagy nem tudom, mit írnál még föl receptre. Ezt mind. Barátságokat írnék. Nagymamákat, nagypapákat, olyanokat, akik tévé helyett kiveszik a kezünkből a gyereket, ha mi nagyon elfáradtunk. Meg hát milyen jó a generációs különbség, hogy egy nagyszülő ugye az a korosztály, aki szeret mesélni, nem vagyunk rákattanva olyan szinten gyerekkorunktól a digitalizmusra, tehát így még segíthet is a generációs különbség. Hát abszolút, meg egyébként itt nem is csak arról van szó, hogy én is borzasztóan szeretek mesélni, csak ugye főznöm is kell. Igen, meg igen. Meg ilyenek, igen. Tehát hogy szívesen, én nagyon szívesen elnézem a ruhákat 3 hétig a kosárba, őszintén szólva, mert szívesen olvasok a gyerekeimnek, kell. Valamit muszáj, és fel is kell öltözni. Tehát, hogy igen, és hogy ez is sok szülőben, sok nőben bűntudatot kelt például, hogyha segítséget kér. Nagyon sok olyan terápiás beszélgetésem van, vagy egyáltalán csak ilyen baráti beszélgetésem, hogy de hát ezt nekem bírnom kéne egyedül. De ezt nem tudom, miben gondolják. Hát azért ebből benne van szerintem, hogy... Az én anyám például átküldött a szomszédba, vagy a szomszédnénihez, tehát hogy mert teljesen másképp zajlott, valóban sok mindent bírt, amit fizikailag így most nehéz elképzelni, de megvolt az a környezet, ahova én bátran mehettem, és ő meg tudhatta, hogy valaki vigyáz rám addig, amíg ő most mondjuk. Igen, ez szerintem nagyon fontos, csak valahogy az, hogy mondjuk ők nem kértek esetleg fizetett segítséget, vagy az csak egy hát ez ilyen szűkre a mai világ, polgári rétegbe volt. Ezt és, már csak és fizet, ugye, meg fizetve lehet. Igen, de igen. De hát a barátságok ezt, vannak, akkor talán nem feltétlenül csak ez nem, az egy nem, lehetőség nem. Van. Csak azt ugye meg kell teremteni, hogy meglegyen, és csak igazából talán az a lényeg, hogy senki sem nyomassza magát amiatt, hogyha ezt nehéznek érzni, mert ez nehéz. Mert ez tehát nehéz. Ez nehéz, úgyhogy, és nem kell egyedül mindent, és nem is lehet, és egyáltalán.
Hát ez egy nagyon jó summázása, hogy eleve nem vagyunk egyedül, még akkor is, hogyha egy idegenedett világban élünk, de emberek élnek körülöttünk, úgyhogy akár kapcsolatot is teremthetünk, és akkor az a nehéz, az legalább szétoszlik egy kicsit. Nagyon köszönöm, Gyöngyvér, remélem, hogy ebből bátorítást nyernek sokan, mert szükség van rá, nagy kurázsira van szükség ahhoz, hogy ezzel szembenézzünk, de nagyon szükséges, hiszen nem hagyhatjuk ebek 36-jára a gyerekeinket a digitális világban. Nagyon köszönöm, hogy ránk szántad az idődet. Én is köszönöm.